Sikerült megvalósítani a 2014-2015-ös évadra kitűzött célokat, a szakosztályok tervezett programjait. A Népkör különböző csoportjainak tagjai pedig ebben az időszakban is előkelő helyezésekkel, rangos elismerésekkel tértek haza a szemlékről, versenyekről. Emelte ki Bodrogi Béla, az intézmény főtitkára. Nagyon sikeresnek ítélem ezt az évadot. Tudjuk, hogy elég nehéz gazdasági helyzetben van az ország. Mink tudtuk biztosítani a kellő pénzeszközöket ahhoz, hogy minden megvalósuljon. A Népkör népművészeti szakosztályán belül 6 táncegyüttes és 2 énekkar működik. Az együttesek folyamatosan jelen vannak a hazai és az anyaországi szemléken. 2 aranydíjjal, 2 ezüsttel és 1 bronzdíjjal, valamint a Ropogós Táncegyüttes a Szegedi Néptáncfesztiválon bekerült a gálába, ami azt jelenti, hogy 60 táncegyüttes közül bekerült a legjobb 16-ba, ami szintén nagyon nagy eredmény. Takács Márta, az intézmény elnöke azt mondta, a Népkörben arra törekszenek a szakosztályvezetők, hogy szorgalomra, becsületességre és magyarságtudatra neveljék a gyerekeket. Az évadzáró gálán a Népkör néptáncegyüttesei, népdalkörei léptek fel a Juhász zenekar kíséretében.